Álványzat veszi körbe a kőszeg főterén álló Jézus szíve templomot. Ráfért már a felújítás, az utóbbi évtizedekben nagyon leromlott az épület állapota, baleset veszélyessé vált. A torony meg is dőlt, a műkőből készült falburkolati elemek tönkrementek és potyadoznak. A beruházás nem csak a hívő közösségnek és az egyháznak fontos, hanem a városnak is. Azt gondolom, hogy amikor a Jézus szíve templom és bármelyik templom építésének felújításáról beszélünk itt Kőszegen, akkor tulajdonképpen nem csak az egyházi épített örökségnek a megmentéséről válthatunk szót, hanem arról is, hogy Kőszegnek a szimbólumai tudnak megújulni. Ezek az épületek ugyanis egyértelműen a városnak a jelképei. Nem csak ennek a városnak, hanem az ide látogató minden turistának és magának az egyház megyének is egy nagyon jelentős, szimbolikus helye. Mondhatjuk azt, hogy most Kőszegen van a legnagyobb egyházi beruházás. Meg lehet figyelni két darab padlószintet. Az egyik az, amin a kollégánk áll, a bal lába van rajta, ez a legrégebbi most látható padlószint, és fölötte pedig a sarokban látható egy másik, már elbontott padló. A felújítással párhuzamosan régészeti kutatás is folyik. A Szent Jakab templomban az 1700-as években kialakult padlózat alatt korábbi rétegeket fedeztek fel. Mivel átnedvesedtek a falak, a padlóburkolat alatt talajcserét kell végezni, a betöltésben pedig használati és szakrális tárgyakat, a mélyebb rétegekben temetkezéseket remélnek a kutatók. A padlóburkolat által takart felületeken az épület korábbi periódusaiból származó belső díszítések, padlócsatlakozások, falelválások, egy sor olyan nyom bukkanhat a felszínre, amely elmagyarázza számunkra, hogy itt korábban milyen épületek álltak, hogyan épült föl a jelenlegi templom, és azzal mi történt. Ilyen átfogó régészeti vizsgálat még nem folyt a kőszegi templomokban. A régészek arra számítanak, hogy az újabb információk akár át is írhatják az épületek történetét. A Jézus szíve és a Szent Jakab templom mellett megújul a Szent Vérkápolna, az egykori kőszegi szegényház épülete, a Szent Imre és a Kálvária templom, valamint a Verbita rendház. Ha azok az együttműködő szereplők, akik ennek a templom és egyházi ingatlanfelújítási programnak a megvalósítása és együtt dolgoznak, hosszasan kifejthetik a tevékenységüket, akkor Kőszeg Magyarország egyik olyan városa lesz, ahova mindenki el szeretne jutni. Minden templom más, de közös jellemzőjük, hogy értékes berendezési tárgyak vannak bennük. Restaurálásuk nagy feladat, a teljes folyamat évekbe telhet.